Sziasztok, Béla bácsi vagyok a Hedgehog Staking Groupból. Mielőtt a mai hendelemzést elkezdenénk, van egy fontos bejelenteni valóm. Elindítunk egy új csoportot, amiben kezdőbb, fiatalabb játékosok jelentkezését várjuk. A részleteket megtalálhatjátok a képernyőn látható helyeken, illetve a videó leírásában ott vannak a linkek is. Ha bármi kérdésetek van ezzel kapcsolatban, akkor pedig szívesen válaszolunk rá akár Facebookon, akár e-mailben. Köszönjük és várjuk jelentkezéseteket! Sziasztok, Béla bácsi vagyok a Hedgehog Staking Groupból, és ez itt az optimális döntés. A mai epizód is egy kicsit különleges, hiszen az előzőhez hasonlóan ezúttal is WS90 csatlakozik hozzám, hogy egy újabb hendet elemezzünk a WCO PFT-jéről. Sziasztok! Ez már a heads up rész. Elég nagy előnyben van WS, nézzük, hogy mi történt preflop. Ászhat S-sel open-el a button, és igazából gondolkodás nélkül Double-Ace megadta. Az Ászhat S nyilván teljesen standard open. A 8-4 off call, az már egy kicsit talán kérdéses. Itt az a kérdésem hozzád, hogy mi a legrosszabb 8x off, amivel adod ezt alapból heads up-ban, és volt-e valami szükséges változtatás ez ellen a speciális ellenfél ellen, specifikusan ezen az ellenfél ellen. Pont ez a nap volt a legrosszabb 8x off, mert ez még sort ki tud alakítani. Szerettem volna vele sokat játszani post-flop, mert nem tűnt annyira képzett játékosnak, úgyhogy körülbelül ez volt az alja a core range-emnek. Igen, ugye ez teljesen oké, és ami miatt itt neccesnek éreztem én egy kicsit, mikor visszanéztem a videót, hogy alapvetően elég feszesen játszott az ellenfeled. Buttonökről úgy általánosságban, meg főleg itt heads up-ban is, úgyhogy valószínűleg egy sokkal feszesebb range-el indul, mint egy átlag ellenfél. Viszont, hogyha ténylegesen ilyen nagy poszlop edge-et éreztél rajta, akkor ez még teljesen jó lehet. Úgyhogy menjünk is tovább. Flop király 4-3 flush draw. Itt nyilván az egész range-evel csekkelnie kell a nagyvaknak. Nézzük, mit csinált a button. Félpotos hívással C-betelt. Itt igazából ezzel a konkrét lappal szóba jön a check is és a bet is. Ami a bet mellett szól, hogy blokkáljuk a call vagy a raise range-ből az ellenfelünknek az ász magasokat, ugye azokkal mindig megadja, a 6-5-öt, 7-6-ot, viszont az autofold range-ből is elég sok lapot blokkálunk a 6-ossal, 8-6 és dáma 6 között mindent automatikusan eldob egy hívásra, és ezeket blokkáljuk. Illetve nincsen ugye se kárunk, se körünk, hogy a flush draw-kat vagy a backdoor flush draw-kat blokkáljuk, illetve hogy esetleg nagyobb frekvenciával barát leszhessünk a következő utcákon. Úgyhogy ilyen kétesélyes ez a lap, azért összességében az összes ász magasunkat nem betelhetjük itt meg egy olyan ellenfél ellen, aki megfelelő mennyiségű check raise-el, mert egyszerűen akkor túl sokat betfoldolnánk. Viszont hogyha az ellenfelünk nem check raise-el eleget, akkor jó, biztos, hogy jó lesz a C-bet, és különben is rendben van. A sizing az egy kicsit lehetne kisebb, de még elmegy. Itt az a kérdésem hozzád, hogy mi volt a readet, körülbelül milyen C-bet frekvenciát vártál itt az ellenféltől? Hát itt azt vártam, hogy majdnem a teljes range-ét megcébetelje, és elég gyakran ezt a félpotot használta, úgyhogy itt is ez történt, és ezért kóloltam. Igen, itt ugye visszanéztem az egész FTD-t, és azt láttam, hogy gyakorlatilag a riveren kívül mindig ezt a félpotot nyomogatta az ellenfél, tehát nem nagyon alakítgatott a sizingján, tehát ebből túl sok mindent nem lehetett kiolvasni. És tehát itt igazából azt vártad, hogy akkor, hogy gyakorlatilag az egész range-ét, esetleg egy-két ilyen, nem tudom, dámapár vagy bubpárt is akár úgy gondoltad megcébetelni, vagy valami nagyon erős lapokat is? Szerintem igen, nem nagyon slow play-ezett a korábbi hendek alapján, úgyhogy uh-huh. azt láttam, hogy célba találja az egészet. Akkor meg, igen, tehát egyébként alapból egy kicsit kiegyensúlyozottabban játszó ellenfél ellen se dobhatnád el ezt a second párodat,
De nyilván, hogyha meg ennyire sok C-vetre számítunk tőle, akkor aztán pláne egyértelmű call. A turn egy király, amivel elindult még egy flush draw. Itt megint egyértelmű csekje van a nagyvaknak. A buttonnek meg megint egy kicsit kérdésesebb a dolog. Ami biztos, hogy a sizingja az nem megfelelő. Itt is, hogy ezt a standard félpottyát hívta meg. Az a baj ugyanis, hogy ezzel a sizinggal igazából a drókat, az erős ászmagasokat és a gyenge párokat nem gátoljuk meg az equity-jük kijátszásában, vagy legalábbis nem drágítjuk meg az equity-jüknek a kijátszását. És a másik, hogy van egy csomó jobb lapunk a balra erre, tehát rengeteg flush draw lett itt már turnre, és ennek a lapnak azért van showdown értéke. Úgyhogy két esélyes, igazából nem rossz azért, semmiképpen nem mondom nagyon rossznak ezt a barrelt. Itt nagyon hasonló a kérdésem a flophoz. Mit gondoltál, hogy itt körülbelül milyen range-el folytatja az ellenfeled? Hát itt is széles range-re raktam, főleg az instabet miatt. Úgy gondoltam, hogy itt a közepesen erős lap helyét inkább csekkeli, vagy legalábbis többet gondolkodna vele. És ezért ez a kiesnek a range-ből szerintem. Igen, ez egy általánosságban elmondható ezeknél az insta beteknél, hogy általában ezt akkor csinálják az emberek, hogyha egyértelműek, vagy így, vagy úgy, hogy itt mit kell csinálni egyértelmű erősségűek a lapja. Tehát vagy nagyon erős lapjuk van, vagy nagyon gyenge, vagy inkább úgy mondanám, hogy valami equity-vel rendelkező, amivel ők szeretnének hívni azért. Tehát ebben az esetben alapvetően, hogyha itt egy instabettel találkozok, akkor egy kicsit úgy gondolnám, hogy főleg egy ilyen gyengébb játékos ellen, hogy polarizált lesz viszonylag a range-ük. Igazából a közepes erős lapjékat azt valószínűleg nem hívják meg, tehát ilyen hármas és nem tudom, legalább tízes párt közt legalább, tehát nem ilyen timinggal hívják meg, hanem akkor gondolkoznak legalább egy kicsit rajta. Míg királyokkal és a drókkal pedig valószínűleg így játszanak. Aztán igazából ez a egyikbe se illik be, úgyhogy az elmélet szép, de aztán a gyakorlatban ez nem mindig jön be. De az szerintem mindenképpen egy jó rít, hogy itt azért nagyon valószínűtlen, hogy ilyen közepes erős lapja legyen, hogy ötös pár vagy hatos pár, ami azonnal betel fél potot. Oké, és akkor hát itt sincsen nagyon nagy kérdés a négyeseddel. Erre a sizingra egyszerűen ezzel még muszáj kólolnod. Aztán meglátjuk a riveren mi lesz. River egy offsuit 7-es, itt nyilván megint egész range-es check van, és azonnali overbet all-int kapunk a képünkbe. Ami meg ezzel a lappal azért összességében nagyon rossz a button-től. Leginkább azért, mert ezzel a lappal még rengeteg showdown értéke is van, tehát felesleges kvázi vele blöffölnie, hiszen a csomó draw lehet a BB-nél, amivel egyszerűen így játszott a flop flush draw-k egy jó része, a turnölt flush draw-k. 6-5 ugye lejött, de attól még lehet ász 2, ász 5, amit szintén így játszott, és amit még verünk. Úgyhogy igazából ez felesleges, és van egy csomó olyan lap a buttonnél, vagy kéne olyan lapnak lennie, aminek meg gyakorlatilag nincsen showdown értéke, és vagy csak nagyon kevés, amivel meg jobb lenne blöffölni. Úgyhogy ez nagyon nem tetszik. És akkor nagyvak az meg azért nagyon nehéz helyzetben van. Mi volt itt a gondolatmeneted, WS, illetve abban a pillanatban számított-e neked az valamit, hogy gondolkoztál ezen, hogy az Insta all-in mit jelentett, mert ugye ez azért tényleg nagyon Insta volt. Előző utcákon is elég gyorsan hívott, de itt aztán azonnal all-in ment.
Hát igen, alapvetően az volt az egyik fő szempont, amit figyelembe vettem, hogy ilyen gyorsan all-in ment. Ezáltal szerintem még gyengébbnek tűnt, és így nagyon polarizálta is a range-ét ezzel a size-zal a király pluszban. És ezért szerintem viszonylag sok busted first draw van, amit így megböffölhet, és ami lehet nála, úgyhogy végül a call mellett döntöttem ezért. Igen, itt alapból egy kiegyensúlyozottabb ellenfél ellen, itt a négyesek közül a legtöbbet el lehetne dobni, amikkel szóba jön a call, egyáltalán az a 7-4, az 5-4, esetleg 6-4, plusz az ász-4. Ugye 7-4 az azért, mert blokkálja a fullokat, tehát a 4-es fullt, 7-es fullt, amit a lebből játszhatna így, most ennél az ellenfélnél mondjuk nem feltételeztük, hogy a 7-es párral így játszik, de alapból lehetne. A 6-5, nem, bocsánat, 5-4 meg 6-4 pedig ugye azért, mert legalább az 5-6-ot blokkáljuk. Suited 6-5-ök vannak valószínűleg nála, az offsuitból nem minden legalábbis, úgyhogy nála ez kicsit kevésbé érdekes szempont. Az ász-4, ász-3 az meg azért egészen egyszerűen, mert az ászmagasokkal az előbb említett okok miatt nem kéne blöffölnie az SB-nek, buttonnek, hiszen annak van showdown értéke. Ha nincsen nála ászmagasok, nagyon, akkor hogyha nálunk ász van, akkor nagyobb esélye van az ellenfelünknél bluff, úgyhogy ott azért jöhetne szóba a call. Ezzel a 8-4-jel nem nagyon kéne kólolni. De ugye itt azért ez egy nagyon specifikus ellenfél, és ha belegondolunk, azért pont ez a polarizált range, ezt nagyon jól mondtad, Dublész, hogy polarizált a király pluszban a range-ét, tehát nem nagyon van nála ilyen közepesen erős lap, és nagyon sok bluffot tudunk azért találni, ami lehet nála. Ez rengeteg busted flush draw van egyszerűen len, és ezek közül az ász magasokat egyáltalán nem kéne megblöffölni, és a dáma magasok közül is csak egyet-kettőt, és hogyha ezeket plusz meg ugye még a kisebbeket megblöfföli, akkor már borzasztóan overblöfföli ezt a spotot, és akkor pedig nagyon sima callunk van gyakorlatilag bármilyen párral. Úgyhogy tetszik a gondolatmenet, meg a mutatás alapján, meg aztán pláne, hogyha egy ilyen lappal blöfföl, egy nem busted flush draw-s ásszal is, akkor nagyon, nagyon valószínű, hogy tényleg jelentősen overblöfföli ezt a helyzetet. Úgyhogy már el is árultad az eredményt, hogy kóloltál. Kis spoiler volt. De viszonylag gyorsan egyébként megtaláltad a call gombot, és ezzel megnyerted a tornát, és dicsőség mellett 21.500 dollárt, úgyhogy ezúttal is még egyszer szívből gratulálunk. Köszönöm. A mai rész pedig ennyi volt, köszönjük szépen a figyelmeteket. Béla bácsi voltam, Hedgehog Grunkból, és Dublész volt a mai vendégem. Sziasztok! Sziasztok! Ha tetszett a videó, akkor légy szíves lájkoljátok, illetve iratkozzatok is fel csatornánkra, hogy azonnal értesüljetek róla, amint új videóval jelentkezünk. Ha pedig szeretnétek tőlünk tanulni és a HSG csapatába tartozni, akkor a képernyőn látható elérhetőségeken jelentkezhettek hozzánk. Köszönjük és good luck az asztaloknál!